Levéltárunk alaptevékenysége, hogy a hozzánk forduló állampolgárokat fogadjuk és információs rendelkezési joguknak eleget téve iratanyaggal szolgáljuk ki, és megkapják a saját magára és elhunyt hozzátartozóikra vonatkozó iratot, amit annak idején az államszocialista rendszerben készítettek róluk, avagy hozzátartozóikról. Ezt a tevékenységet úgy végezzük el, hogy kutatómunka során előkészítjük a számukra átadható iratanyagot, amelyet másolatban díjmentesen juttatunk el részükre. Az összes keletkezett iratanyagnak én szerintem csak egy kisebb részét őrzik itt, nem tudjuk igazából, hogy mennyi keletkezett 1945 és 90 között. Ezekbe végeznek a kollégák kutatást, és ahogy telik az idő, a feldolgozottság egyre jobb, tehát egyre nagyobb valószínűséggel tudjuk megmondani, hogy az itt nálunk levő iratanyagokban megvan az illető. Az első cél, ugye, hogy minél több állampolgárnak minél gyorsabban biztos információt tudjunk adni arról, hogy ő szerepel-e nálunk, vagy nem szerepel. Ennek a legjobb módja az, hogy úgynevezett névmutató indexeket készítünk a dossziékból. Jelen pillanatban már kb. 750 ezer név szerepel ebben a központi adatbázisban, ami azt jelenti, hogy ennyi emberről biztosan tudunk adatot szolgáltatni. Lényegében az összes dossziénak az alapadatait rögzítettük ebbe a számítógépes adatbázisba, tehát nem csak az alapján tudunk keresni, hogy valakinek a témájához, vagy valakinek a személyes kérelméhez nevek alapján megtaláljuk az iratokat, hanem az iratokat feldolgozzuk egyéb szempontok szerint is. Jelenleg 15-en dolgozunk ezen az osztályon, és ezek a kollégák mind érdemi irat előkészítő munkát végeznek. Hát a 25 ezer, 26 ezer kérelemre most már éves szinten általában olyan 40-50 ezer oldal iratmásolatot tudunk kiadni. Az éves kérelmezők száma az pedig olyan 2000 körül mozog. Az állampolgárok fordulhatnak hozzánk személyesen, vagy szabad megfogalmazásban beadott postai levéllel is. Ha személyesen fordulnak hozzánk, a levéltáros kollégák által elkészített formanyomtatvánnyal tudjuk segíteni a kérelem benyújtását. A formanyomtatványon kérjük megadni a személyes adatait és egyéb kutatást segítendő adatokat. Kutatást segítendő adatként kérjünk megadni egy olyan időtartamot, amire úgy gondolják, hogy az iratanyag keletkezhetett. Ez feltétlenül 1944. decemberre és 1990. februárja közé kell, hogy essen. Az időtartam alatt kérjük megadni a lakcímeket, munkahelyeket, a foglalkozását, és nagyon fontos számunkra, hogy miért gondolja azt, hogy róla iratanyag keletkezhetett. Tehát olyan eseményeket, tevékenységeket, személyek nevét kérjük megadni, amiről úgy gondolja, hogy annak segítségével nyomát találhatjuk a róla keletkezett iratanyagnak. Ezeket az adatokat célszerű megadni, mert minél többet adnak, annál több keresést tudunk lefolytatni, és annál nagyobb valószínűségű az, hogy eredményes lesz a kutatás. Mindenki megismerheti a róla gyűjtött adatokat, amit viszont nem róla gyűjtöttek, vagy más személyre vonatkozó, ezeket a törvény alapján törölni kell. Az első feladat, hogy a referens összeállítsa az anyagnak azokat a részeit, amik az ügyfelünkre vonatkoznak konkrétan. A következő fázis pedig az, hogy anonimizálja azokat a neveket, akikkel az ügyfél nem volt személyes kapcsolatban, vagy nem adható ki az illetők neve személyiségi okokból. Minden állampolgár saját magáról és elhunyt hozzátartozóiról kérhet iratot. Az elhunyt hozzátartozókat is törvényileg szabályozottan házastárs, élettárs, egyeneságbeli leszármazott és testvér lehet. Korábbi törvényekhez képest annyi változás van, hogy már 2003 óta az ügynök személye is megismerhető, amennyiben a levéltár azonosítani tudja. Általában az ügyfelek persze kíváncsiak arra, hogy ki az, aki jelentett róluk, ugye a sarki fűszerestől elkezdve mindenkire gyanakodnak. Van, aki bejelöli, hogy nem kíváncsi az ügynökeire. És hát bizony nagyon sok esetben olyan is van, hogy házastárs, volt házastárs adja be, mert gondolja, hogy az elvált férje vagy a felesége jelentett róla. Ezek nekünk csak olyan értelemben jelentenek támpontot, hogy azokat a személyeket megnézzük, hogy valóban volt-e ügynöki dossziék, valóban jelentettek róla, de nekünk ez csak egy plusz szál, ami esetleg eredményhez vezethet, de ez minket nem befolyásol, mi ugyanolyan lelkismeretesen megpróbáljuk az adatai alapján, amilyen ötletünk felmerül,
minden nyomot végig járni. Mi csak megfelelő törvényi feltételek esetén tudjuk kiadni az ügynököket, ha ezek megvannak, akkor garantáltan mindenki megkapja, hogy kijelentett róla. Amennyiben lezárult a kutatás, az ügyfelet értesítjük az elkészült iratanyagról. Dönthet, hogy ezt személyesen kívánja átvenni, vagy postázzuk neki. Megmondom őszintén, hogy engem mélységesen, lelkileg megérint az, amit olvasok. Tehát nem tudok szabadulni néha attól az irattól, amit olvastam. Kész forgatókönyvek vannak gyakorlatilag az asztalomon nap, mint nap, amiből filmeket lehetne írni, olyan sorsok, olyan drámák vannak. Hát valamelyik évben összeszámoltuk, 70 ezer oldal ment át a kezem alatt, és hát ezt el lehet képzelni, hogy ez hány úgynevezett forgatókönyv, és hány sors. Sajnos személyesen nem találkozunk, se a referens, se én nem találkozunk a betekintővel, pedig hát néha bizony olyan jó lenne megkérdezni, hogy aztán hogy végződött a története, az élete sorsa hogyan alakult. Hogy az a sok megaláztatás, vagy börtön, vagy internálás, vagy állásból való kirúgása után hogy tudott helytállni az életbe. És olyan jó, mikor látja az ember, hogy a leszármazottak azért tanult emberek lettek, diplomásak lettek, annak ellenére, hogy milyen hányattatáson ment keresztül a család.